Sok szeretettel köszöntök mindenkit a tévéképernyők előtt a Minden jót eheti adásában. Egy picit átevezünk most méghozzá párkapcsolati és női-férfi szerepek témára. A vendégem Jós István, az Én Akadémiának az alapítója. Üdvözöllek! Nagyon örülök, hogy össze tudtuk ezt hozni. Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem, hogy hol találkoztam. Nyilván saját tapasztalat az, hogy most idáig eljutottunk, hogy beszélgetünk személyesen is. És az első ilyen nagyon érdekes téma, ami nekem fölmerült, az a férfi és a női szerepekről szól. Ezt szerintem mindenki átéli ezeket a változásokat. Hallgatjuk, hogy mi volt nagymamáink korában, szüleink korában, és talán azt lehet mondani, hogy a felgyorsult világban, illetve az, hogy a nők szerepellása megváltozott, alapvetően magával hozta a férfi-női szerepeknek a változását is. Ezt hogy látod? Hát egyrészt így, tehát egyrészt mindenképp úgy, hogy nagyon fontos és nagyon értékes nyilván a nők részvétele, ami sokkal, tehát egész más, mint 100 évvel ezelőtt volt, úgyhogy ez magával hozta. Másrészt ennek a másik oldala egyébként, hogy én látok egy ilyen nagy elbizonytalanodást is sok férfiban, vagy a férfi oldalon. Ugye a férfiak egy nagy része az én megfigyelésem szerint, illetve hát szinte mind úgy növünk föl, hogy hát akkor kell végezni valami iskolát, és aztán bele kell vágni egy karrierbe, és akkor kell keresni pénzt, meg sikeresnek lenni, házat építeni, feleséget választani, gyerekeket nevelni. És a férfiak nagy részének ennyi az élethez az instrukciója, hogy akkor ez a feladat. És sokakat látok olyan 30-es, 40-es, 50-es éveinkre férfiként oda eljutni, hogy ez tényleg ennyie. Tehát oda eljutni, hogy egy ilyen nagy fenyegető, rémisztő érzés kezd sok férfiban nőni, én ezt látom magam körül, hogy oké, keresem a pénzt, de hogy közben valami hiányzik, nem vagyok boldog. Mit tehetnék? És ez a nem vagyok boldog élmény, ez egyre több férfi van növekvő, amit én szoktam, nem tudom itt mennyire engedélyezett ilyen minimál vulgaritás, de hogy sok férfinál látom azt, hogy nagyon rosszul éljük meg mi férfiak lelkileg azt, hogyha csak a pénzért dolgozunk. Amit én úgy szoktam mondani, hogy csak kurvadunk csak a pénzért. Tehát, hogy nem szívvel, lélekkel van a munkájában, hanem a pénzért dolgozik csak. És a férfiak egy nagy része a karrier elején lelkes, hogy akkor siker, de tényleg így a 30-es éveinkre már így elkezd valami hiányozni. És ez a valami az én meglátásom szerint tényleg ez a lelkesedés, ami a férfiak nagy részének hiányzik, hogy azt érezze, hogy ő egy fantasztikus, méltó harcban van a munkájával, és hogy ennek tényleg értelme volna. Úgyhogy a férfiak egy részénél látszik ez, hogy ők kicsit így elkezdenek befelé fordulni, kiégni, elbizonytalanodni magukban is, és ebből van egy ilyen alapfeszültség állapotuk. És másrészt meg a nőkhöz visszatérve, ott van egy komoly felelősségvállalás, meg van egy nagy, egyébként egy óriási teher. Tehát, hogy sok férfi ezt így nem rakja fejbe össze, az emberek nagy részének nincs meg az, hogy a család is munka. És nem csak úgy, hogy a gyerekekkel van munka, nyilván az is munka, de a kettőnk kapcsolata is munka. És így tényleg nagyon sok helyen látszik, hogy a nő 3 helyen próbál helytállni tulajdonképpen, mert egyrészt neki van munkája, karrierje, ami fontos, más fontos a saját maga számára, meg fontos a megélhetésünkhöz is, másrészt van a kettőnk kapcsolata, amiben azért általában nők többet tesznek, tehát hogy nők vannak ott, a nők engedik meg, a nők nyelik le, a nők hagyják ránk, tehát hogy egy csomó energia ez, menedzselni a kettőnk kapcsolatát, és plusz vannak gyerekek, meg van háztartás, amit szintén nagyobb részt a nők visznek. És akkor ebből én egy ilyen túlterhelt család mintát látok, tényleg. És ilyen értelemben legkevésbé sem meglepő, hogy válságba jutnak, bedőlnek nagyon sok helyen a kapcsolatok, házasságok, akár családok. Azt szoktam mondani, hogy manapság a nők azok, akik többször adják be a vállókeresetet. Ennek lehet egyébként pont ez az oka? Mindenképp, mert ugye tehát a nők, tehát én azt látom, hogy az életben döntések nem igazán úgy születnek, hogy az ember így üres gondolkodik és próbál dönteni, hanem ezek a nagy változtatások, meg nagy döntések úgy születnek, hogy az ember egyszerűen belehal. Belehal a reménybe. Tényleg meghal az a hite, hogy ez működne, vagy ez működhetne. És a nők hamarabb tudnak eljutni, pont ezért, mert ugye a terhelés is nagy, ez valóban gyakori, hogy a nő hamarabb tud eljutni oda, hogy oké, akkor ez így nem megy tovább. Tehát, hogy így köszi Zsolti, ez így köszi, így nem megy. Tehát, hogy ennek vége, én nem bírom.
én nem bírom, és másrészt meg nyilván a férfiak is nagyon érzékenyek a gyerekekre, de értem szóval a nők is hiperérzékenyek a gyerekekre, és nagyon sok helyen látszik az, hogy hihetjük azt, hogy egyben kell tartani a családot, mert ez a lényeg, hogy egyben maradjon a gyerekek szempontjából, de hogy ez nem jó a gyerekeknek mégsem. Tehát, hogyha mi itthon vagyunk, és a vacsoraasztalnál nem boldog, derűs béke van, hanem ilyen indulatkitörések vannak, és gömbvilámként robban egyik vagy másik, és a gyerekek előtt veszekszünk, stb. Vitatkozunk, nagyon sok helyen látszik ez. Ez egy ponton az ember megérti, hogy nem jó a gyerekeknek sem, és akkor így nem marad más út igazából. Ez nem döntés, hogy elválunk, hanem én azt látom, hogy tényleg az igazsággal találkoznak párok szembe, hogy ez meghalt. Tehát, hogy ez nem működik, nem életképes az a kapcsolat, és akkor valakinek felelősséget kell vállalni azért, hogy változás legyen, és ez gyakran a nő. Egyébként nem ritkán a férfi, olyan is sok van, de hogy gyakran. Ha a férfiakat nézzük, meg a nőket így külön-külön, az, amikor így elindulunk a 20-as éveinkben mondjuk, és hogy eljutunk az 50-es éveinkhez, azért az nagyon sok rétben változik, vagy nagyon sok rétben változik. Ezekről szól egy nagyon sok előadásod a YouTube-on, itt-ott a különböző képzéseken. Miket lehet ezekről tudni így? Kicsit kijebb lépek, jó? Mert fontos egy ilyen kis madártávlat. Tehát, hogy, mert én igazából én csak egy átlagos hétköznapú férfi vagyok tulajdonképpen, aki nagyon korán voltam sikeres, és nagyon önző voltam ezzel a sikeremmel. És nagyon fiatalon rám szakadt az élet. Tehát én nagyon hamar a 20-as éveim végére már válságban voltam, és összedőlt az addigi sikeres vállalkozói karrier, szép barátnő, stb. Életformám. És ebben a nagy összeomlottságban én nem voltam elég bölcs, és ahhoz, hogy menjek szakértőtől segítséget kérni, nem csak ültem a nagy frusztrációmba, és aztán elkezdtem írni ezekről az én élményeimről álnéven az interneten. És ebből, hogy én elkezdtem álnéven az interneten írni, az lett, hogy egyre több ember jött és megkeresett engem írásban, majd személyesen, majd később előadásokat tartani, hogy de neki hasonló tapasztalatai vannak, és ő is válságban van, és akkor nekem mi segített, stb. És a lényeg, hogy én az elmúlt 15 évben egyszerűen csak annyira sok élettörténetet hallottam és ismertem meg, hogy felfedeztem egyezéseket ezekben a történetekben. Tehát, hogy olyan, mintha én ezt látom, hogy nagyon hasonló úton menne mindenki, férfiak és nők egyaránt. A történetek részletei eltérnek, tényleg a gyerekek száma, a karrier típusa, az, hogy hol élünk, az, hogy milyen az anyagi helyzet, tehát, hogy vannak eltérések, de hogy mégis vannak ilyen nagy csomópontok és nagy válságok, amin mind átmegyünk, amit egyszerűen úgy lehetne mondani, hogy nem vagyunk 20 évesen kész. Tehát az ember jön ezzel a nagy magabiztossággal, hogy ő tudja, és aztán hamar kiderül, hogy nem tudja. És akkor ez az első nagy válság, ez a mintáim csődje, amikor szembe kell azzal nézek, hogy ezt én akartam ezt az életet, ezt én választottam ezt az életet, vagy igazából a szüleim befolyása, meg a tanárok befolyása, meg a társam befolyása mentén kerültem egy valamilyen helyzetbe. És akkor ezt hívom én a minták csődje időszaknak, ami után el kell indulni befelé, hogy oké, ha ezt én nem én választottam, akkor én mit akarok? Tehát én ki vagyok igazából? Én mit akarok az életemmel kezdeni, meg én kivel lehetnék boldog? És ez ugye ez azért egy elementáris változás, mert ez aztán akkor szól a karrierről, de szól a magánéletről is. Tehát, hogy én a helyemen vagyok-e a munkámban, és egyébként valóban te vagy a társam? Vagy egészen mással kéne legyek, és egészen más országban akár. Tehát, hogy ezek ilyen nagy alapvető dolgokat kerülnek az emberek ilyenkor meg, és aztán utána ez a nagy önfelfedezés, meg bizonyos értelemben önmarcangolás, ez is egy következő mérföldkőhöz jut el, amit én a ráció halálának hívok. A lényeg, hogy az emberek egy nagy része, aki önismerettel, meg tudatossággal már régebb óta foglalkozik, elkezd egy ilyen zsákutcába érezni magát, hogy valahogy, mintha nem, tehát így nem vagyunk képesek rájönni és megoldani az agyunkkal, hogy mi is lehetne az élet, és hogyan is kéne csináljam. És azt találják az emberek, meg én is ezt találtam, és ezért ezt merem így általánosságban mondani, hogy oda jutunk mind el, hogy nem tudjuk az agyunkkal megoldani, hanem muszáj a megérzéseinkre hallgassunk, muszáj merjünk bízni, muszáj a bizonytalant választani, ami lelkesít. Ezt hívom én a ráció halálának. És akkor utána jön egy következő nagy időszak, ami akkor arról szól, hogy oké, akkor ha esetleg lehetek hasznos is a világban, akkor ezt hogyan kéne csinálni, meg kivel. És akkor mindegy, ez a következő nagy válság. Tehát, hogy ebből lett egy ilyen korszakos önismereti rendszer egyébként, meg írtam két könyvet róla, meg tényleg több száz videó készült, hogy hogyan lehet ezt a rendszert jól használni. Ezt nem tudom, hogy be tudjátok-e majd mutatni itt a képernyőbe, átküldöm a képet szívesen, de hogy itt a könyvben látszik, ez egy
Tehát tényleg ez egy ilyen kidolgozott rendszer arról, hogy az ember kezdi ugye a mintái mentén, ez a királyfi és a királylány, így el is vannak ezek nevezve, aztán jön a vándor és az Amazon korszak, amikor magunkat fel kell fedezni, hogy én ki is vagyok igazából, aztán van a hölgy és a lovag, amikor már sejtem, hogy ki vagyok, de még nem álltam elég egészen bele, és aztán utána van a harcos, a világszép, meg a király és a királyné, aki tudja a helyét a világban, meg tudja a dolgát a világban, és az egésznek a közepén van ez az élet közepi sűrű sötét nagy erdő, ahol szembe kell nézni azzal, hogy ki is vagyok, és mit is akarok, és egyébként szerintem társadalmilag ezért nagyon meghatározók, nagyon, Hollywood is dolgozik ezzel nagyon sok. Tehát annak idején már Odüsszeia erről szólt, hogy Odüsszeusz így elindul és keresi magát, de hogy ennek modern változata mondjuk a Csillagok háborúja, meg a Jedi, meg az erőviszonya, ami minden férfit nagyon mélyen megérint, vagy ugyanerről szól a Matrix, ugyanerről szól az Avatar. És ezek azért ennyire erősek az én meglátásom szerint ezek a filmek, mert tényleg ez a feladat, tehát tényleg ez a megoldás, hogy meg kell találd magad, és úgy, ahogy egy kripli az Avatarban, egy nyomorék ember tolókocsiban megérkezik teljes zsákutcában az életébe, és akkor utána ebből lesz egy egészen másmilyen valaki, aki egy hőse annak a kultúrának és annak a társadalomnak. Ez én tapasztalatom, meg meglátásom, hogy ez valóban vár minden frusztrált 30 éves férfira, vagy 40 éves férfira, vagy nőre. Igen. És ezt annyira nehéz elhinni, meg olyan nehéz az is, hogy a társadalom általában nem ezt közvetíti. Tehát a médiából nem ez folyik, hogy a válság jó, és hogy ez a megújulás lehetősége, és végre válságban vagy, mert nekem ez az üzenetem, hogy végre válságban vagy, hát ez az első nagy válság, akkor hajrá tovább. És az emberek leblokkolnak, meg ami egy ilyen nagy társadalmi probléma még egyébként, amit én látok, hogy segíteni próbálunk egymásnak. Valahogy úgy próbálunk segíteni egymásnak, hogy azt érzem, hogy a másik szakadék szélén áll, és én így fogom a kezét, hogy nehogy beessen. És ez rengeteg energia, mert tartanom kell őt, mert meg akarom őt védeni a becsapódástól, de a megoldása a mélységben volna, meg az újjászületése is a mélységben volna. Tehát, hogy hibásan segítsük egymást bizonyos értelemben, amikor abban próbálunk segíteni, hogy elkerüljék az emberek a válságokat, mert a válságokon át kell menni, mert a válság ugye az újjászületés lehetősége. Nem tudom, mit kérdeztél, meg vigyázz, mit kérdezel, mert így eltűnök ilyen 10 perces monológokban. Nem, pont két dolog jutott eszembe, az egyik, amikor mondta, hogy a ráció halála, és akkor van ez a mondás, hogy a legnagyobb csatálkozók mindig a szív és az íz között zajlanak, és kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy eddig azért így kontrolláltam, irányítom, és akkor ez az a pont, ahol a szív veszi át az uralmat. Lehet-e az agynak ráhatnia? Hogy azért, vagy kell-e egyáltalán, hogy azért ne csináljon. Mert szinte létfenntartást veszélyeztető dolgokat az ember. Én ezt úgy mondanám egyszerűen, hogy az én tapasztalatom, hogy a szív veszi át igen az uralmat, tehát a megérzéseim az, hogy mi a helyes, mi az, ami lelkesít, mi az, amit nem tudok nem csinálni, az a legjobb iránytű. És mondhatnánk ezt úgy egyszerűen, hogy a stratégia igazából a szív, tehát hogy a küldetés a szív, és ettől még a taktikához az agynak nagyon is értelmszerűen van haszna, meg amire egyébként az agy még nagyon való, és nem igazán használjuk. Tehát azt látom, hogy az emberek nagy része így előre próbál nézni az agyával, tehát hogy így rájöjjön arra, hogy mit kéne csinálni. És előre a megérzéseink látnak jól. Viszont az agyunk nagyon fontos abban, hogy megértsük a múltat. Mert egy másik nagy ilyen össztársadalmi probléma, hogy nem tudom, bedőlt a házasságom, meg hülyék voltak a szüleim, meg elrontották a gyerekkoromat, és én velük össze vagyok veszve, és ez mind egy szőnyeg alatt, egy óriási páncélszekrényben, egy csomó sértettség, egy csomó frusztráció van az emberek nagy részében. És pedig az agy ebben nagyon jó egyébként, hogy megérteni, mi történt. Tehát ha egy hajót képzelünk el egy mólóhoz kikötve, a vitorlába a lelkesedés adja a szelet, ami előre visz az életembe. De ezek a sértettségeim, meg hibáztatásaim, meg haragok, meg minden egyéb ilyen intenzív érzések, amit másokkal, meg a világgal kapcsolatban érzek, ezek kikötnek engem a mólóhoz. És az agy egyébként ebben nagyon jó, hogy elvágja ezeket a kötelékeket, meg kidobálja ezeket a fölösleges súlyokat, amik lenyomják a hajómat. Tehát, hogy így, és ezért nagyon fontos, meg azt látom most már örömmel, hogy sokan használják ezt a rendszert, erre, hogy ennek nem is az a lényege, hogy merre menj tovább, mert azt érzed. A lényeg az, hogy haladhatsz jobban. Tehát, hogy mit tudsz letenni, mit kell megérteni. Tehát, miért ment tönkre a házasságod? Mi történt ott? Ki volt a felelős? Ez van rá magyarázat, meg ezt meg lehet érteni. És ez a lényeg ennek, ezt egy egójógának hívom, ezt az életnavigációs rendszert, mert tényleg az identitásunk csiszolódásáról szól, hogy egyre tisztább képet lássunk.
És ez nagyon fontos volna ebben az agy, meg nagyon fontos az a segítség, amit egymásnak egyébként mi emberek tudunk adni azzal, ha merünk őszintén tapasztalatokat megosztani. Akkor, amikor mondjuk valaki vissza akar fogni valakit egy zuhanástól, az tudjuk, hogy nem jó. De egyébként, amikor a korszakos váltások vannak, és egy-egy krízis helyzetbe bekerülünk, az elkerülhető? A nagyszüleimnél azt láttam, hogy együtt élték meg a háború utáni újraépítést, valahogy annyira össze voltak kovácsolódva. Náluk ezt jó, nyilván nem éltem, amikor ők fiatalok voltak. Manapság nyilván a saját környezetemet látom, és nem vagyok benne biztos, hogy ezek elkerülhetőek. Vagy hogyha jó, hogyha becsökjük a szemünket, és töljük tovább a szekeret, akkor is, ha már nagyon fáj a vádlink. Ezek a válságok, ezek tényleg ezek ilyen szintlépések. Ezek nem egyszerűen újjászületés élmény vagy lehetőség, hanem egy új és nagyszerűbb életbe. Tehát kicsit ilyen dimenziótágulások szinte. Hogy az ember, amikor még királyfi és királylány, és tényleg csak a siker van maga előtt, akkor egy ilyen egyenesnyi életet él, tehát egy pontszerűen a céljára fókuszál. És aztán tényleg olyan, ezek a nagy átállások, a minták csődje, az olyan, mintha felfedeznénk a síkot. A ráció halála az olyan, mintha felfedeznénk a teret a síkhoz képest. Tehát, hogy egy új és nagyszerűbb és teljesebb életet lehet élni, mert egy jobban megvalósított, jobban integrált személyiségként lehet kijönni ezekből a megújulásokból. Tehát, hogy ennyiből nagyon fontosak ezek a válságok, és nagyon fontos, hogy nem azzal segítek, ha visszatartom őt, hanem bármilyen furcsa is, de azzal segítek, hogyha segítek neki tényleg így hamarabb lejutni. A szülők-nagyszülő generációja az egy egészen más világ volt, különösen a nagyszülő generáció. Tehát ott a társadalmi keretek, amik között ott, pláne még a háborúk előtt, meg aztán a kommunizmusban, amiben mi itt éltünk, az egy nagyon kötött világ volt, egy nagyon szabályozott világ volt. És ezzel szemben ma a szabadság világát éljük. Tehát, hogy tényleg ma mindent szabad, és mindent lehet. És egyébként sokakkal ellentétben én azt gondolom, hogy ez jó. Tehát én azt gondolom, hogy ez a nagy szabadság, ez pont azért jó, mert itt az ember akkor találkozik végre valóban a döntéseinek a következményeivel egyrészt, és másrészt a társadalom tehát 100 éve, 200 éve elképesztő szégyen volt mondjuk elválni. De sokak számára elképzelhetetlen volt, hogy ők elváljanak. Tehát, hogy egy válságot valóban megélni, és ezt a végpontjáig elvinni, és változtatni az életemben ilyen alapvető dolgon, hogy én elválok, vagy más szakmát kezdek 40 évesen, vagy 50 évesen, ez nem volt elképzelhető. És most meg ezt egyrészt szabad, másrészt ez bátorított is annyiból, hogy igen, legyél önmagad, és megérdemled, és stb. Tehát ezek a nagy társadalmak ilyen szempontból olyan hatásosak, hogy segítenek tovább lépni embereknek, hogy magukat válasszák. Ahol a hiány van, az, hogy ugye önmagunk választása az még csak a tudatos felnőttkor, és aztán utána az önmagam választása, az ugye önmagam választása végül szükségszerűen magányba vezet. Tehát, hogy ott az van, hogy én vagyok a fantasztikus, sikeres nő, akinek van több cége, vagy stúdiója, vagy teljesen mindegy micsodája, de ugyanakkor meg a sikerem van, és kapcsolatom meg nincs. Vagy én vagyok a férfi, aki jó családapa, meg szeretem a gyerekeimet, meg jó főnök vagyok, meg stb., de hogy kezdek el töketlenedni, és egy ideje egyre kevésbé érzem magam férfinek. Ez a tudatos férfi, meg a tudatos nő két arca, ugye az Amazon, ahogy mi hívjuk meg a vándor, és utána még tovább kell menni. És ehhez viszont kevés segítség van, hogy oké, akkor ebből hogyan tovább. Tehát a nő hogyan tudja letenni a pajzsot, meg hogyan tud visszalágyulni, hogyan tud, hol vannak a férfiak, ugye sok nő problémája, olyannyira sok nőé, hogy mi kurzust fejlesztettünk már ez én királyné képző néven, 40 napos anyag van ehhez, hogy férfiak vannak, te nem látod őket. Tehát, hogy ez a nagy női probléma, és a férfi, nagy férfi probléma, hogy hol vannak azok az ügyek, hol vannak azok a harcok, hol vannak azok a vezetők, hol van az a kard, amit én kihúzhatok, ami engem majd végre lelkesít, és akkor nem kell pénzért kódjak tovább, ami sok férfinek a nagy problémája. Na, ebben nem nagyon van most segítség a világban. Honnan lehet tudni, hogy melyik korszakban tartunk? Mik az ismerhető jegyek? Nagyon egyszerű igazából. A legegyszerűbb ismertető jegy az, hogy mitől várjuk a boldogságunkat. Tehát, hogyha ha sikertől, meg elismeréstől, meg megfeleléstől, az még a minták által meghatározott korszak. Ugye a királyfi királylány, amit így összefoglalóan titánnak szoktunk hívni. Tehát, hogy ő még egy ilyen autó, kicsit, mintha Matrix rabja lenne még az ember. Ez az első korszak. És aztán, amikor magunkat keressük, meg boldogságot szeretnénk, az a tudatos korszak. Amikor így ki is vagyok, meg, és akkor ott van önismeret, meg mindenféle spirituális utak, meg stb.,
guruk, mesterek, tanítók, módszerek, és ez mind nagyon jó is, ez a tudatos időszak. És aztán utána a harmadik nagy időszak az az, amikor úgy érezzük, hogy nekünk küldetésünk van. Tehát, hogy én nem véletlen születtem a Földre, hanem nekem valamit hozzá kell tennem itt ehhez az egészhez, így a mindenséghez. És az most, hogy ez egy sarki pékség, amit azért csinálok, hogy mindenki végre egészséges kenyeret egyen, vagy ez egy kereskedő cég, amit azért csinálok, hogy a magyarok számára is elérhető legyen az, amit egyébként nem tudom, hol gyártanak, vagy én egy gyártó vagyok, aki a világ legjobb hátizsákját csinálja, mert az emberek kirándulnak, és abban spéci zsebek legyenek. Mindegy mi, de hogy én azt látom, hogy a harmadik nagy korszak, hogy találunk egy ilyen küldetést, egyfajta ilyen megszállottságot, hogy akkor mi az, ami engem igazán lelkesít most végre. Itt állok 30-40-50 évesen, és akkor na én ezt szeretném csinálni, és akkor az meg a harmadik. De itt eltérés van mondjuk a férfiak és nőkben. Ha jól értelmezem, akkor az amazonok azok, ugye, akik ezek a karriert építő nők, ez korban valószínűleg előrébb van, mint a férfiaknál az a korszak, amikor karriert építő férfi, aki beáll a helyére. A nő ebben az esetben már kvázi jó, hogy a társá válik, túl van a karrierépítésen. Pontosan így van, tehát a legegyszerűbb ezt az egészet úgy érteni, hogy három nagy korszak van, az első a férfiaknál, nőknél és a minták szerint, ott akkor a férfi vezet, a nő inkább követ. A második az a minták inverze, itt a nő erős lesz, a nő vezet, a nő domináns, a nő sikeres, okos, erős, fantasztikus, nagyszerű, és ez mindig az, tehát mert tényleg az. A férfi meg lágyul, magával kezd foglalkozni, önismerettel kezd foglalkozni, tényleg ez a jó apa, jó férj, jó vezető, más emberek fontosak, tehát a korábbi önzésével szemben egy ilyen nőiesebb működésben van. És aztán a harmadik nagy időszakban meg ott ugye az történik, hogy a férfi visszavált abba, hogy ő férfi, mert neki küldetése van, és a nő visszavált oda, hogy a nő, mert talált egy lenyűgöző férfit, akihez képest ő végre tényleg most szeretne nő lenni. És akkor leveszi az Amazon páncélzatát, meg kiesik a kezéből a kard, amit eddig ott adakozott vele, hogy ő és ő és ő. És ez a három nagy korszak, ami így egymás utáni. Szoktam erre úgy is beszélni, hogy tulajdonképpen a nő hamarabb valósítja meg a férfit, Amazonként, hamarabb lesz egy igazi küldetéstudattal rendelkező férfi a nőből, és a férfi bizonyos értelemben hamarabb valósítja meg a jó társat és a nőt ebben a középső tudatos férfi időszakában. Ami nagyon fontos, mert sokkal-sokkal jobban megértjük egymást, meg a dolgok értékét. Tehát férfiként korábban jártam a munkába, toltam haza talicskával a pénzt, és azt nem értettem, hogy a nő miért hisztizik itt a gyerekek közül, hogy neki csak annyi a dolga, hogy megoldja a háztartást, meg a gyerekeket, most akkor itt mit panaszkodik. Ehhez képest a tudatos időszakban én vagyok a gyerekekkel, lehet, hogy szeretek főzni, járok bevásárolni, és hirtelen kiderül, hogy ez egy full-time job. Tehát, hogy ez mit... Hát, hogy így, tényleg ez... Tehát, hogy jobban megértjük a másik oldalt. A nő is kimegy a világban hadakozni, és kiderül, hogy a férfi az nem csak bejárt így, nem tudom, kávézgatni a munkahelyére, hanem hogy ott kemény harcok, meg ütközetek vannak, amit a túlélésért neki meg kellett nyerni, hogy haza tudja talicskázni azt a pénzt, amire szüksége van a családnak. Tehát nagyon intenzív tapasztalásunk van a másik oldalról. És akkor egy tézis, antitézis, a szintézis, ahol összetalálkozunk egy ilyen férfi-nő egységként, amit én így próbálok kifejezni, ez a könyvborító, az ezt akarja kifejezni, hogy a párkapcsolat helyett egy ilyen férfi-nő egységként is tud az ember működni, ahol van egy közös küldetésünk, van egy közös cél, ami úgy érezzük, hogy erre érdemes az életünket feltenni, és nagyon tiszta szerepek vannak. És a férfi azért van kint, mert lelkesíti, meg azért, mert ő otthonos ebben a hadakozásban, és szívesen hadakozik. A nő amazonként hadakozott eleget, ő most akkor inkább, itt most lesz akkor ő királyné immár, nem királynő, hanem királyné, akire a férfinek nélkülözhetetlen szüksége van. Tehát, hogy ugye ez is egy ilyen fontos dolog, hogy nem az van, hogy a férfi így rájön, és akkor csinálja magától, hanem arra jön rá, hogy ő nem tudja. Tehát, hogy a nőnél van a hit, meg a nőnél van a bölcsesség. Kevés férfi van rá. De tényleg, a nőknél van az erő. A nő nélkül egy ilyen kóvájgó kis vitorlás vagyok, rohadt nagy vitorlával, mert rettentően lelkesít valami, és így borulok, így csapkod bele a hullámba. Tehát a nő az erő, a nő a nyugalom, a nő a hit, tehát egy nő nélkül nem működik jól a férfi. Ugye erre a férfinak rá kell jönnie. És így egészen máshogy is értjük és becsüljük meg egymást, aztán utána már tovább. Annyiból jó ez az időszak, hogy addigra már mind a kettő megtapasztalt, hogy a másik szerepében milyen nehéz lenni. Talán jobban meg is becsüljük a másik embert. Viszont például egy ilyen esetben, amikor a férfi még nem jött rá arra, hogy neki tényleg szüksége van a női bölcsességre, mert ő mindent jobban tud. Mert a férfiak általában mindig mindent jobban tudnak.
ugye? Hogy ott mit tehet egy nő? Tehát, hogy hagyja, és akkor ölbetett kézzel így nézi, vagy nagyon sokszor találkozom azzal, hogyha egy nő ilyenkor mondja, de figyelj csak, vérmérséklettől függetlenül nőiesebben, vagy kicsit odacsapósabban, az még olaj a tűzre. Ja, abszolút, persze. Tehát, hogy minket nem, pláne a titán férfi, a titán az vak saját magára, ezért szeretem titánnak hívni. Tehát a titánnak van a nagy egója, meg a célja, de egyébként ő vak saját magára, és nem fogad, nem hogy tanács, tehát, hogy neki nem mondja senki meg, az kioktatás, stb. Ugye az ebben nehéz, hogy gyakorlatilag semmit nem tehet a nő. Tehát ebben az a nagyon kemény, hogy a titánt csak összetörni lehet. És nem a nő töri össze, az élet töri össze. Az, hogy bedől a cége, az, hogy kirúgják, az, hogy túl nagypofájú volt, vagy túl önző, vagy rászáll az adóhatóság, vagy egyébként a nő elköltözik. Tehát, hogy ugye a nő, amit tehet, az, hogy köszöni nem vesz ebben tovább részt. Mert a férfi amúgy sem hallgat rá. És sok férfinek, ugye sok nő jön ezzel, hogy most találkozott Zsoltival, aki a férje volt 5 évvel később, és milyen kedves, aranyos, és milyen normális, és hogy miért nem bírt hamarabb rájönni, meg ilyen normálissá válni. És azért nem, mert kellett neki a pofon tőled. Az volt az egyik nagy pofon, ami őt, tehát, mert végül így tényleg pofonok tudnak minket éberségre rázni. Addig, amíg kényelmes az élet, jókedvében senki nem változtat. Tényleg csak a szenvedés. Én ezt látom, hogy a két legnagyobb katalizáló erő, ami mentén az élet működik, a lelkesedés meg a szenvedés. Lelkesít valami, és akkor megyek felé, vagy pedig nem megyek sem erre sem, és ettől így stagnálok, és egyre jobban szenvedek, míg aztán eléggé szenvedek ahhoz, hogy menjek valamerre, ami lelkesít. És ilyen értelemben ez kemény az üzenet, de tényleg nem nagyon tud a nő. Amit tud a nő csinálni, az nem az, hogy ő megmondja, amit tud csinálni, az, ha a férfinek erre van nyitottsága, csak az is idő, míg lesz erre nyitottsága, hogy oké, akkor Zsolti esetleg talán jó lenne elmenni egy coachhoz, családállításra, terapeutához, jogatáborba, spanyolországi 40 napos zarándoklatra, mindegy. Tehát, hogy egy kicsit így gondolkodj már azon, hogy magadon. De ezt nem tudod így neki megmondani, hogy gondolkodj magadon, hanem hogyha neki van erre nyitottsága. Akkor, mert ugye sok nő abban hibázik, ez is egy gyakori dolog, hogy érzi azt, hogy minden nem, tehát itt valami kezd nem stimmelni. Gyakori, hogy a férfiból megszületik, hogy hát valamit kéne csinálnia, és a nők egy nagy része nem veszi alapot, hanem a nők nagy része számára a biztonság, ami a pénzben manifestálódik, amit a férfi munkája teremt nagyobb részben, fontosabb. És sok nő nem támogatja a férfit abba, hogy most oké, akkor fél évig ne dolgozzon, vagy dolgozzon kevesebbet, vagy keressen kevesebbet, hanem még ő is azzal nyomasztja, hogy oké, de kell a pénz. És ha kell a pénz, akkor ne csodálkozunk, hogy megszületik a titkárnőjét. Tehát ha nem értjük őt, nem tudunk hozzá kapcsolódni, akkor ne csodálkozunk, hogy bennmarad beszélgetni még, és később ér haza, és egyszer csak egy hétvégére eltűnt, és lebukik egy üzeneten. Mind csodálkozunk, ha a nő nem érti. Tehát, hogy sok nő nem segíti a férfi változását. És ez is egy nagyon nagy gond. Viszont nagyon sokszor pedig pont az ellenkezője, hogy a nő beszélne a problémáról, vagy a nő szeretné felnyitni a szemét a férfinak egy problémára, ami hogy egyáltalán arra, hogy nem működik valami elcsúszott, hol csúszott el, és a férfi egyszerűen csak nem is hajlandó erről beszélni. Igen, ez így van. Ettől függetlenül ugye fontos ezt megpróbálni. Meg amit én szoktam mindenkinek ajánlani, az írásbeliség. Írja a levelet? Aha. Mert jössz és mondod, és én így élből vágom el. De így tényleg így erőből csapok oda, sok férfi fizikailag is ilyen helyzetekben, hogy így nem. Tehát mert az ember, mert a tükör, mert az igazság félelmetes, az igazság egy szörny. Az olyan, mint Dorian Gray arcképe, hogy én sejtem belül, hogy én egy szörnyé lettem, de nem akarom ezt látni. Tehát én nem kérem ezt a tükröt a nőtől. Viszont ha leírják, akkor azért kíváncsi vagyok, és így belepislogok, és elolvasom. És az írásbeliség nagyon jó, mert nem lehet erőből, tehát nincs kinek reagálni, mert csak egy képernyő van és egy szöveg van. És elolvasom újra, és érzem, hogy van benne valami, hát ettől vagyok ideges. Kedvesen kell ilyeneket írni, vagy veszekedni, mint a süket némák? Vagy? Hát én szoktam mondani, amikor Viberen veszekszek, hogy mint a süket némák. Hanem veszekszünk írásban. Nem, hát azt annak nincs különösebb haszna. Nem, hát tehát ugye a levél megint azért is jobb, mert azt meg lehet írni nyugodtan, vagy meg lehet írni idegesen, újra lehet olvasni, aztán még egyszer, aztán elküldeni 2 nap múlva. Tehát, hogy nyilván az igazság volna a fontos, és hogyha szereted őt, meg hiszel benne, meg úgy érzed, hogy ő képes erre a változásra, amihez te segítséget akarsz adni ezzel, hogy most őszinte tükör tartasz neki, ez a helyes alap. Ha meg azért írod a levelet, hogy Zsolti,
plusz meg majd fütyüljetek ki, nem tudom, ezen most már változtatnod kéne, meg egyébként is egy vagy, és tehát, hogy így nem lehet veled élni, akkor, tehát hogyha nincs benned már remény, hogy ez a férfi képes változni, akkor ne érj neki veled, akkor váljál. Abban már nincsen szeretet. Ott nincs már kapcsolat. Ott nincs kapcsolat. Tehát, hogyha ha nem hiszek abba, hogy ő tud változni, hogy én tudok változni, hogy én tudok neki segíteni változni, akkor most miért veszekszünk? Csak azért, mert nem tudom, félünk attól, hogy lesz a vagyonmegosztás? Vagy félünk attól, hogy leszünk jó szülők úgy, hogy a gyerekeink nem egy fedél alatt élünk? Igen. Ezek ugye a nagy félelmek. Köszönöm szépen ezt az első beszélgetést. Folytatni fogjuk, mert azt gondolom, hogy sok gondolat maradt még bennünk. Úgyhogy a következő részben beszéljünk inkább arról, hogy hogyan lehet elkerülni az ilyen válási helyzeteket. Köszönöm szépen önöknek, tartsanak velem jövő héten, és folytatjuk ugyanezzel a beszélgetéssel. Viszontlátásra! A műsor támogatója a Flórate a Magyarország.